Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket, és a nagy szeretettel köszöntöm Hanga Zoltánt, a Budapesti Állatkert szóvivőjét. Egy csomó, ahogy így nézegettem az életrajzot, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó beszélgetés lesz, mert a szavak ember, hát nyilvánvalóan szóvivőként, és téged se kell félteni. Miért egy állati jó beszélgetés? Igen. Hát sajnos állatot nem hozott, noha szerettem volna, hogy legalább egy kis állat, de azt mondta, hogy a zsiráf nem fér be a táskájába, mert hol a lába, hol a feje maradt ki, úgyhogy sajnos zsiráf nincsen. De azért beszélgetés az lesz, és várjuk. Isten hozta Zoltánt. Igen, ez az hozok-e állatot, ez egy érdekes kérdés. Nekem a kislányom teljesen kiakadt, hogy hát, hogy nem is hozott. Mondom, hogy ráadásul a plakáton egy oroszlán van. De amikor ezt mi néhány perccel ezelőtt Zoltánnak szóvá tettük, akkor azt mondta, hogy neki egyébként van egy olyan történet, amikor állattal ment a könyvtárba? Jó napot kívánok, kezi csókolom, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először is szeretném megköszönni a meghívást, és annak külön örülök, hogy ilyen sokan megtiszteltek ma délután, kora este a jelenlétükkel. Igen, hát ez mindig fölmerül az állatkerttel kapcsolatban, hogy hát akkor hozzunk már valamilyen állatot. De sajnos általánosságban azért azt kell mondjam, hogy hát ahhoz oda kell jönni az állatkertbe, mert van egy ilyen gondolat azért ugye a fejekben, hogy hát mi ott annyi állat van, hát fölkapunk egyet, azt hozzuk, visszük, leakasztjuk az óriás kígyót az ágról, vagy a majomnak így szólunk, hogy ugorjon a vállunkra, és akkor aztán menjünk. De azért ez ennél bonyolultabb dolog, főleg azért, mert az állatok azok úgy működnek az állatkertben, hogy nekünk az az egyik fontos feladatunk, hogy egy olyan élőhelyet varázsoljunk oda számukra, ugyan mesterséges élőhelyet, de amit ők saját élőhelyüknek elfogadnak. Mert a természetben is nem az van, hogy a szabadság érzésével boldogan eltöltekezve szögdécselnek jobbra-balra az állatok. Általában van egy hely, ahol ők élnek, kijelölik, a területeit megjelölik mindenféle nem feltétlenül emberi szemben, nem feltétlenül szalonképes módon, a szélét ugye, a területnek, és hát azt ott védelmezik, és akkor ott maradnak, mehetnek a végtelen határba, de mégsem mennek, mert az a terület biztosítja az ő boldogulásukat, vagy ott érzik magukat biztonságban. És az állatkertben is az a feladatunk, hogy ezt ilyen élőhelyet varázsoljunk nekik. Na most, hogyha úgy oda megyünk, hogy na most akkor innen itt kirángatunk téged, és beteszünk valami ládába, és akkor viszünk, szóval ez egy bonyolult dolog. Nem mondom, hogy nem kerül rá sor időnként, mert egyik állatkertből a másik állatkertbe szállítunk állatokat, de azért általában ilyet nem szoktunk csinálni, különösen nem akkor, hogyha itt nem egy-két kilométerre megyünk. De valóban azért volt ilyen eset. Ugyanis mi az állatkertben nem csak azzal foglalkozunk, hogy hát ilyen távoli tájak, egzotikus jószágait mutatjuk be, és hát ebből a szempontból valóban mondjuk egy oroszlán elhozatala ide, az azért elég problémás lett volna tényleg. Tehát, hogy igen. Szóval az nem egyszerű, míg begyömöszöljük egy ládába, bár erről is lesz majd mindjárt egy történet, de hogy a könyvtáros vonatkozásokat elmondjam, szóval az történt, hogy ugye mi foglalkozunk Magyarországon őshonos, vadon élő és általában védett állatfajok olyan egyedeinek a mentésével, akik valamilyen ok miatt emberi segítségre szorulnak. Tudják, törött szárnyú gólyák, mérgezett sasok, elárvult kismókusok, avarégetésből kimentett sünök és más ehhez hasonló jószágok. A tavaly évben több mint 1800 ilyen állatot mentettünk, és a gólyák például rendszeresen szerepelnek a mentett állatok között. Most az a cél, hogy hát, hogyha mondjuk valami szárnysérülés van, akkor meggyógyítsuk őket, és újra elengedjük őket a szabad természetben. Előfordul azon, hogy a sérülés jellege olyan, hogy hát már nem lehet visszaadni a röpképességét, tehát az életét meg lehet menteni, de elengedni nem lehet. Hát valamennyit repül, de azért Afrikában nem tud elmenni telente, úgyhogy akkor maradnak nálunk, vagy az állatkert klasszikus területén, vagy talán sokan ismerik, hogy a Margit szigeten is van egy ilyen kis állatkert, na az is hozzánk tartozik, és akkor oda szoktak kerülni ezek a gólyák, és annyira egyébként tudnak repülni, hogy a szemközti pesti partra átrepülnek oda a Hélia Hotel környékére, és akkor kapunk ilyen telefonokat, hogy jaj, kiszöktek a gólyák, de hát csak elmentek nézelődni. És ezek a gólyák viszont ott a Margit-szigeten, akik ugye mentett gólyák, csak nem lehet őket elengedni, ezek ott párba állnak, fészket építenek, tojást raknak bele, kikelnek bele a fiókák, fölnevelik a fiókákat, és ők természetesen nem örökölnek ilyesmit, hogy mondjuk törött szárny, úgyhogy őket aztán szabadon lehet utána engedni, ezt meg is szoktuk tenni.
És jó néhány évvel ezelőtt volt, hát ugye Esztergom Budapesthez hasonlóan a dunai áradásokat mindig megérzi, hát a legutóbbi ilyen nagy áradáskor, amikor az egész Margit-sziget le volt zárva, akkor az állatokat is ki kellett onnan telepíteni a biztonság kedvére, hát végül nem tört be oda a víz, de azért így a fák már így kezdtek megemelkedni, hogy a gyökerüket alulról emelte a víz, szerintem ez itt is a Duna közeli területeken előfordult. Na és az évben ilyen mentett madaraktól kikelt fióka, aki a Margit nevet kapta, ha már a Margit szigeten kelt, mert ilyen kreatívak vagyunk. Hát ő aztán annyit volt így a hurcolás miatt emberkézben, hogy egyszerűen annyira szelid lett, hogy őt se lehetett elengedni. Nem egészségi okok miatt, tehát ő tudna repülni, csak hát mert az a baj, hogy a szelid golyát nem lehet elengedni, mert oda megy emberekhez barátkozni, és hát talán hallották a hírekben, hogy a közelkelten még le is lövik őket, meg megeszik, szóval nem jó, hogyha oda megy haverkodni. Úgyhogy Margit nálunk maradt, ő ilyen, tulajdonképpen ő segít nekünk abban, hogy rajta keresztül népszerűsítjük ezt a mentő tevékenységet. És hát volt ő már a Természettudományi Múzeumban is Budapesten különböző programon, nem olyan régen az RTL Klub stúdiójában is, hogyha valaki esetleg a reggeli műsort láttam, vagy két héttel ezelőtt, akkor ott is volt Margit, és volt könyvtárban is, mert a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárral volt egy ilyen közös rendezvényünk, és akkor hát az azért nincsen nagyon messze az állatkertől, odáig el tudtuk vinni, úgyhogy el is neveztük Margitot kultúrgólyának, mert hát az a gólya, aki könyvtárban meg múzeumban jár, ott ez a helyzet. És csak még egy valami ennek kapcsán, ami eszembe jutott, hogy ugye amikor viszont más helyzet van, és tényleg vinni kell valahova mondjuk egy oroszlánt vagy tigrist, hát annak persze rengeteg papír kell hozzá már, hogy ilyen okmányok, megfelelő láda kell a tigrisnek. Ugye ez általában úgy történik, hogy a tigrist az állatorvosok elbódítják, akkor kicipeljük, általában az 8 ember kell mondjuk egy tigrishez, egy ilyen nagy ponyván van rajta, beszuszakoljuk egy ládába, és akkor ugye az utolsó, aki kijön a ládából, a tigris fölött áll egy terpeszbe, akkor ugye beadja az ellenanyagot, kimegy a ládából, gyorsan becsukjuk, hogy nehogy ott maradjon valaki, még a tigris fölébred, és akkor utána, amikor meggyőződtünk arról, hogy rendbe fölébred, akkor indulhat el a szállítmány. És hát történt egyszer, hogy ugye egy ilyen tigris szállítás alkalmával, tigris benne a ládába, a láda az utánfutóba, azt mondhatja az állatkert járműve, de nem volt rajta különösebben felirat, hogy az állatkert járműve lenne, és hát ahogy lenni szokott, kaptunk egy közúti ellenőrzést, jó napot kívánok, jogosítvány forgalmit. Mit tetszenek szállítani az utánfutóba? Hát tigrist. Na szórakozzon már! Isten bizony, tessék, meg nem hitték el, amíg meg nem nézték, hogy tényleg egy tigris van az utánfutóba. Zoltán, elnézést kérek a bagatell kérdésért, de miért kell az állatkertnek szóvivő? Hát azért, mert ha... Mert hogyha jegypénztáros jött volna most el, akkor nem tudna senki bejönni az állatkertbe. Nagyon rövid válasz az ez. A hosszabb válasz az az, ami miatt nem csak az állatkertben, hanem máshol is vannak szóvívők. Ugye, hogyha a 80-as években beszélgettünk volna szóvívőkről, akkor valószínűleg egyetlen szóvívő volt, az akkori kormány szóvívő, Bányász Rezső, talán emlékeznek még rá. Nagyon sok erénye volt Bányász Rezsőnek, de mondjuk... Az egy érdekes dolog volt, hogy ugye ő beszédhibásan volt szóvivő, de nagyon racsolt. Úgyhogy azt a szót, hogy bruttósítás, azt Magyarországon mindenki úgy ismerte meg, hogy bruttósítás. És hát ez egy ilyen emlékezetes dolog, de ennél komolyabb dolgokról is emlékezetes. Egyébként Bányász Rezső több könyvét is volt szerencsém olvasni, úgyhogy egyébként izgalmas személyiség volt. De a lényeg az, hogy aztán, de akkoriban még azért olyan nagyon sok szóvívő nem volt, tehát nem lehetett azt mondani, hogy na hát akkor ennek a szóvívője ez, annak a szóvívője meg az, és aztán, hogy telt múlt az idő, annak lehettünk tanulni, hogy egyre több szervezetnek megvan a maga szóvívője, ami tulajdonképpen azért alakult ki, mert ugye régebben ezt úgy oldották meg, mondjuk akár egy állatkert, akár valamilyen más szervezet, hogy hát jött a TV, rádió valamilyen témában, és akkor hát valakit így kijelöltek, vagy oda lódítottak, valamelyik osztályvezetőt, vagy ha olyanról volt, akkor valamelyik állatgondozót, vagy valakit, hogy na akkor erről beszéljen, mert ez a téma. De hogyha legközelebb valami más témában kellett nyilatkozni, akkor valaki más. De aztán kezdtek rájönni a szervezetek, az állatkert is, de más szervezetek is, hogy hát az a szerencsés, hogyha van azért valaki, aki ezt így egy kézben tartja, mert nem elég tudni a kérdésre a válaszokat, tájékozottnak lenni a dologban, hanem azt közérthetően el is kell tudni mondani, úgy, hogy előre gondolkodni azon, hogy hogyan kell fogalmazni, hogy nehogy később félreérthető legyen. Hát, hogyha hozzám eljön egy újságíró vasárnap, és azt mondja, hogy hát az állatkertben szeretnék fotózni azt, hogy a tigrisek hogyan esznek, ugye húst,
akkor lehet, hogy valaki más csak annyit mondana, hogy hát már nem lehet a tigriseket fotózni, mert már húsevés közben, mert hogy koplaló nap van. Én meg elmondom azt is, hogy nem lehet ugye ma fotózni, mert koplaló nap van, de ez azért van, mert ugye a természetben sem sikerül minden nap a zsákmány elejtése, és ezért a tigrisek meg más ragadozók egészségéhez is az kell, hogy hetente egyszer, akkor ne kapjanak vagy semmit, egyáltalán ne kapjanak, vagy legalábbis állati eredetű táplálékot ne kapjanak, hogy egy kicsit így kipihenje a tápcsatorna magát. És akkor ez egy ilyen érthető dolog, de hogyha ezt nem teszem hozzá, nem valaki csak azt mondja, hogy hát nem lehet fotózni, mert koplaló nap van, lehet, hogy másnap azt a vaskos szalag címet látja viszont az újságban, hogy hát koplaltatják a tigriseket az állatkertbe. Ugye, tehát oda kell figyelni, előre kell gondolni arra, hogy hol mehet félre a dolog, hogyha nem fogalmazunk helyesen. Vagy ugye a közérthetőség. Tehát lehet azt mondani, hogy mit tudom én, mondjuk a Anas platyrynkoszra jellemző a szexuális dimorfizmus, dikromatizmus, de ez magyarul azt jelenti, hogy a vadkacsánál a lányok meg a fiúk másmilyen színűek. Tehát, hogy ugye erre is oda kell figyelni. Na hát nyilván egy kicsit kiszíneztem, de azt hiszem érthető, hogy miért fontos egy olyan szervezetnek, mint egy állatkert, vagy akár más szervezetnek is, hogy akkor legyen egy megfelelő kommunikátora. Ezt nevezhetjük szóvívőnek, nem tudom, kommunikációs igazgatónak, akárminek, hol minek hívják, aki ezeket a dolgokat helyesen kézben tartja, és hogyha megnézik, akkor több más szervezetnek is. Ráadásul időnként, igen, hosszú időn keresztül ugyanaz a szóvívő, és akkor ez egy ilyen szerencsés állandóságot is hordoz. Györfi Pali barátomat például, aki az Országos Mentőszolgálat szóvívője, kellemes baritonját biztos sokan ismerik. Itt ült ő két éve. Na hát akkor meg nem is kell különösebben őt bemutatnom, de hát több kiváló szóvívő kollégát is tudnék még említeni. Ha már itt tartunk, akkor azt hadd jegyezzem meg, hogy dr. Orodán Sándor barátom, aki meg a, ugye nagyon sokáig a határőrségnek, aztán meg a belügyminisztériumnak volt szóvívője, ő létre is hozott most már több mint másfél évtizeddel ezelőtt egy ilyen szakmai szervezetet is, hogy a Magyarországi Szóvívők Országos Egyesülete, szakmai programok vannak, ellátogatunk egymás munkahelyére, és akkor mint a Hardi Mihály barátunk a reptéren elmondja, hogy hát ott mit kell tudni, általában a reptérről és a reptérrel kapcsolatos kommunikációs dolgokról, hozzám is eljönnek, akkor én is ugyanezt az állatkertről elmondom, és hát most nem olyan régen megjelent egy könyv is a szóvívőkről, a Szóvívők Nemzeti 11, tehát hogy 11, ugye Szabó Gabi művész nevén Mici, aki a Rádió Bézs, ott valaki úgy látta, mutatja is a könyvet, vagy nem az az? Innen én azt nem látom, de igen, szóval a Micinek a könyve, ez a bizonyos szóvívők, és ugye ez tulajdonképpen rádió interjúkból indult ki, és aztán ebből egy könyv született, Szóvívők Nemzeti 11-je, tehát az a 11 szóvívő, akit Mici első körben egy ilyen kötetben érdemesnek, de a Györfi Pali is benne van, de mondjuk ugye a Garamvölgyi, biztos sokan emlékeznek rá, ugye rendőrségben, ő is volt már itt, tehát akkor nem is tudom ki, Dobson Tibor, aki a katasztrófa védelemnek volt sokáig szóvívője, és még folytathatnám a sort, úgyhogy ők is, egyébként Orodán Sándor is, aki az Egyesület Alapító elnöke, ő is benne van, úgyhogy tehát amit én csinálok az egyik oldalról, vagy egyik, van egy ilyen halmaz, hogy az állatkerti szakma, és akkor van egy ilyen másik, hogy a szóvívői mesterség, és akkor annak van egy ilyen metszete, amiben én próbálok mozogni. Ebben érdekes, egy interjúban azt említett, hogy kétféleképpen lehet valakiből szóvívő, tehát vagy elvégez valamilyen kommunikációs fórumokat, és akkor utána belássa magát egy szakmába, vagy a szakmából választódik ki, és egyre jobban, egyre több kommunikációs feladatot kap, ahogy ez Györfi Pál és a Zoltán esetében is így történt. Ez jobb irány így, vagy ez többet segít? Hát először is ezek a... Tényleg ezt mondtam, hogy kétféle van, de ugye erről mindig az a tréfa jut az eszembe, hogy kétféle ember van, az egyik az két csoportra osztja az embereket, a másik meg nem. Tehát vigyázni kell ezekre a csoportra osztásokra, de tényleg azért alapvetően így van. Hogy melyik a jobb, ezt nehéz megmondani, mert én ismerek olyan nagyon kiváló szóvívő kollégákat, akik először egyik területen voltak, sőt eleve a kommunikációban jöttek, sőt újságíróként kezdték a pályájukat, és aztán egyik területen voltak, aztán másik területen, és így is megállták a helyüket, és olyan szóvívő kollégákat is ismerek, persze szép számmal, és ugye Györfi Pali is valóban, aki abból a szakmából, tehát ő mentőtiszt ugye eredetileg, meg ugye állatkerti állatgondozó voltam eredetileg, és hát ebből a szakmából nőttük ki magunkat szóvívővé, tehát mind a két út lehetséges, és mind a két úton lehet szerintem hiteles egy szóvívő.
Hogy került ön igazából az állatokkal ilyen szoros kapcsolatba? Tehát mikor döntött el, hogy állatgondozó szeretne lenni? Hát engem nagyon érdekeltek az állatok, és az édesapám sokat vitt a budai hegyekbe, egyébként ide a Pilisbe, meg a visegrádi hegységbe is kirándulni, és hát ott voltak mindenféle érdekes állatok, de hát engem az oroszlan is érdekelt volna, és az valahogy nem volt ezekbe az erdőkbe. Szerencsére ott volt az állatkert, és akkor oda jártam nagyon sokat, meg ilyen bérletes gyerek voltam az állatkertben. És ez a dolog aztán odáig fajult, hogy én ott állandóan minden szabadidőmet ott töltöttem, tehát jó, az iskolából azért nem lógtam el, de hétvégente, meg iskolai szünetekben mindig ott nézegettem az állatokat, hogyan viselkednek, mit csinálnak, és hát ez az állatgondozóknak is, akik akkor ott dolgoztak, ez feltűnt, hogy hát itt van ez az iskolás fiúcska már megint, és akkor hát már egyre inkább úgy bejáratos lettem a kulisszák mögé, már úgy kezdtem besegíteni az állatgondozók munkájába. Ugye manapság az ilyesmit úgy neveznék, hogy önkéntes munka. Akkoriban ezt még társadalmi munkának nevezték, talán emlékeznek rá többen. Úgyhogy én így kezdtem el ott az állatkerti állatok körül tevékenykedni, és aztán utána meg főállásban is először állatgondozóként kezdtem el dolgozni, és hát aztán még azért több mindet is csináltam, de végül most már annak is több mint 15 éve, hogy szóvívőként tevékenykedek az állatkertbe. Még egy dolgot azért elárulnék, hogy azért az én családomnak volt kapcsolata az állatokkal, már nem feltétlenül egzotikus állatokkal, hanem gazdasági haszonállatokkal leginkább, de azt hiszem Magyarországon bárkit, hogyha így találomra kiválasztunk, és megfelelő számú generációt megyünk vissza felmenői között, akkor azért fogunk valakit találni, aki gazdálkodott. Nálunk az volt azért, én nekem a szüleim is értelmiségiek voltak, a nagyszüleim is nagy rész, de már ott a dédszülők táján már ott a gazdálkodás elkezdődött, és hát a dédszüleim között volt olyan, akiknek Kecskemét környékén több mint 100 volt földön gazdálkodtak, meg cséplőgépük is volt, úgyhogy elképzelték, hogy ott a 40-es évek végén már megnézhették magukat, mert úgy a kuláküldözés miatt, és hát az én nagymamámnak az öccse, aki egyedüli fiú gyerek volt a 7 testvér közül, és tulajdonképpen ő volt itt a legidősebb fiú, bár a legfiatalabb volt egyébként szinte a testvérek közül, és aki ugye örökölte volna ezt, hogy na hát majd ő lesz ennek a birtoknak a fő irányítója, de hát ugye az történt, hogy hát ott mindenféle nyomás alá volt fejezve, és aztán végül ő egy TSZ-be állatgondozóként, hát valahogy a börtön sikerült megúsznia, de hát nyilván a földet elvették. És már nagyon idős volt, amikor én már az állatkertbe elkezdtem dolgozni állatgondozóként, és én ugyanakkor kengurukkal dolgoztam, és nem tudom, szarvasmarhákkal, meg lovakkal, mint annak idején az én felmenőim. De azt mondta Pityu bácsi, hogy hát tulajdonképpen ilyen értelemben azért mégiscsak a családi hagyomány folytatójának tekint, mint állatkerti állatgondozat. Mennyi ideje van a munkája mellett az állatokkal is foglalkozni? Tehát nyilván azért rengeteg sajtóprogram, ilyen-olyan protokolláris tevékenység, tud még az állatokkal is foglalkozni? Lehet, hogy ez most kiábrándító lesz, de amikor állatgondozó voltam, hát akkor persze napi szinten foglalkoztam állatokkal, bár hozzá kell tegyem, hogy az állatkerti állatgondozónak sem csak az állatokkal van dolga, hiszen mi egy nyilvános intézmény vagyunk, évente 1 millió látogató keres fel minket, tehát egy állatkerti állatgondozónak az állatokkal való foglalkozás mellett az emberekkel, az állatkertbe látogató nagy közönséggel is kell foglalkoznia. Ezt azért érdemes kihangsúlyozni, mert azért volt régebben egy ilyen szemlélet az állatkertekben, itt Magyarországon is, meg máshol is, hogy hát igazából azok mennek állatkerti állatgondozóknak, akik úgy állatbarátok, de azért nem annyira emberbarátok, és akkor majd ők ott ellesznek a saját világukba, és valahol ezt is meg lehet ugyan érteni. De ez mégsem működhet egy állatkertben ilyen szabályok szerint, mert hát az is a lényeg az állatkertnek, hogy ez egy nyilvános intézmény. Miről is kezdtem el beszélni? Mennyire jut az állatokkal foglalkozni? Na most szóvívőként viszont nekem elsősorban az emberekkel kell foglalkoznom. Javarészt természetesen újságírókkal, mert ugye az állatkert üzenetei aztán sok emberhez eljutnak, de általában az újságírók segítenek ezt közvetíteni. Tehát az állatkerti szóvívő azért legtöbbször emberekkel foglalkozik. Az én esetem azért szerencsés, mert én ugye előbb állatkerti állatgondozó voltam, és aztán lettem szóvívő, tehát mondjuk egy olyan szituációban, hogy ha
esetleg mégis viszünk valahova állatot, ha nem kell nagyon messzire menni, akkor azt akár én is vihetem. Hát az oroszlán nem, mert az nem alkalmas erre, de mondjuk, de ha az van, hogy óriás kígyót mondjuk teszem azt, ja, most még az egy kicsit változékony az idő ahhoz, hogy óriás kígyót mondjuk elhozhattunk volna ide, meg lehet, hogy nem feltétlenül arra az állatra vágytak volna leginkább. De hogyha mondjuk ilyen fölmerül, akkor nálam az a szerencsés helyzet van, hogy nem kell feltétlenül az, hogy akkor egy állatgondozó is jöjjön az óriás kígyóval, meg én, aki majd jártatom a számat, hanem akkor azt az óriás kígyót én is tudom hozni, mert az óriás kígyónak személyesen mindegy, csak az a lényeg, hogy valaki olyan hozza, akinek egyébként van tapasztalat az állatokkal. Aztán vannak olyan állataink, akiknek meg nem mindegy személyesen, és akkor neki mindenképp a saját gondozójával kell jönnie, és akkor van egy még nagyobb halmaz az állatoknak, az a többség, akit meg egyáltalán nem lehet nagyon vinni sehova se. Ön egyébként az állatok döntő részét azért ismeri? Hát a... Nyilván nem az összes kacsát név szerint. A fővárosi állat és növénykertben 850 állatfaj, nagyjából nagyjából 9000 egyede lakik. Azért mondom, hogy nagyjából 9000 egyede, mert ugye az elefántokat viszonylag könnyű összeszámolni. Hárman vannak egyébként, egy anyuka, egy apuka, meg egy kis elefánt, aki most már másfél éves. Na most a bütykös csótányoknál ez lényegesen nehezebb, mert mire elkezdjük összeszámolni őket, addig néhány ki kell, néhány már elpusztul, hanem ez reménytelen, de hát a tüzép telepen se úgy számolják, valószínűleg már nem úgy hívják, de hogy nem úgy számolják a brikettet, hogy 3.552, hanem ugye te mázsára vagy tonnára, szóval. Tehát vannak olyan, mondjuk a bütykös csótány, ha már ezt említettük, akkor azt mondjuk, hogy na ott van egy tenyészetre való bütykös csótány, aztán hát vannak valamennyien. Úgyhogy sokan vannak, és mondjuk a bütykös csótányoknál ott nincs is mindegyiknek neve. Tehát a három elefántnak mindegyiknek van neve, de a bütykös csótányoknál, vagy a lepkekertben repkedő lepkéknél, hát ezt nem értük el. Ugye, hogy milyen az mértékű az ismeretség? Hát először is azért mind a 850 fajról nekem lehetőség szerint kell legyen fogalmam. Nem csak azért, mert a szóvívői szituációban kérdésként fölmerülhet, hát mi a helyzet a déli törpe szarvassal, vagy más néven pudóval, ami nem olyan régen érkezett, és ezek az állatok ugyan francia állatkertekből érkeztek hozzánk, de hát eredetileg Közép-Chilében és honosak. És ami ki van írva az állatokhoz, hogy az micsoda, hol él, mit eszik, hosszú időn keresztül azokat is én írtam, most már jó ideje nem, de tehát például ez is azért egy hasznos dolog volt, mert ugye az ember sem tudhat mindent, tehát egy kicsit azért ez is bővítette az ember világképét, hogy ezzel is foglalkoztam. De most ami az ilyen személyes ismeretséget illeti, hát elő-elő fordul, de hát azért ez nem vethető össze azzal a mélységgel, ami mondjuk az állatgondozók és az állat között kialakul, és ami mondjuk az én esetemben is megvolt akkor még, mikor állatkerti állatgondozó voltam, és kengurukkal, tevékkel, meg mindenféle izgalmas állatokkal foglalkozom. Egyszer összeszámoltam, azt hiszem 50-valahány fajjal voltam én ilyen gondozói viszonyban, nem egy időben, de amíg állatgondozó voltam, addig összesen ennyi fajjal akadt dolgom a napi munka szintjén. Semmiképpen nem akarnék kellemetlenkedni, de hall az ember egy olyan mondás, hogy akinek valamilyen állata van, akkor előbb-utóbb elkezd rá hasonlítani. Na most én nem tudom, hogy az ön munkatársai hogy vannak ezzel, lehet-e azt esetleg tudni, vagy lehet az, na hát ő egy tipikus bükkös csótánytartó, vagy lehet-e ilyet megállapítani, hogy... Na, ezen még nem gondolkodtam. Valószínűleg azért nem jön ez így össze, mert éppen abból kiindulva, hogy 850 féle állat, 9000 egyede van, hát... Nem csak, hogy az nem jöhet szóba, hogy minden egyes állategyedhez tartozzon egy gondozó, hanem az se jöhet szóba, hogy minden egyes fajnak legyen egy saját gondozója, mert 850 fővel, egyébként most olyan kicsit több, mint 200 fő az állatkert munkatársainak a létszáma, de ebben nem csak az állatkerti állatgondozók vannak benne, hanem a jegypénztárostól kezdve az analitikus könyvelőn át az asztalosig, és még én is. Úgyhogy de mindenki, de körülbelül talán olyan 60-70 körül lehet a kifejezetten állatgondozói munkakört betöltő munkatársainknak a száma. Nem biztos, hogy mindegyik esetben úgy hívják, hogy állatgondozó, de azért nagyjából. Ezért aztán egy állatgondozó általában többféle állattal foglalkozik, úgyhogy valószínűleg ezért sem tudnak ilyen, nem mondom, hogy van ilyen, de hogy ilyen érzés sem tud igazán kialakulni. Ahogy aztán egy állatgondozó mennyiféle állattal foglalkozik, az azért változó, mert például azok a kollégák, akik
az elefántházban dolgoznak, hát ők viszonylag kevés számú állattal foglalkoznak, csak egy-egy állat az lehet, hogy több tonnás. Míg ellenben azok a kollégák, kolléginák, akik mondjuk ízeltlábúakkal foglalkoznak, azon a területen vannak, hát hogy ők összeszámolnák, hogy hány darab állatuk van, akkor egészen komolyan több százas szám jön neki, ami hát mondjuk több száz elefánt az ugye elég problémás lenne, úgyhogy valószínűleg ez az oka annak, hogy azért nem lehet igazán ilyet kimutatni. Kikkel van több probléma, ha már az állatoknál tartunk, az átfedés az állatokkal vagy a látogatókkal? Nyilván az itt van átfedés, tehát... Érdekes dolog a probléma szó, mert szoktak kérdezni, hogy jaj, hát nem gond ez, meg nem gond az, és akkor szoktam mondani, de hát megoldjuk, és akkor maguknak nincs is problémája. Mondom, másunk sincs csak problémánk, csak mi a probléma alatt nem valami olyasmit értünk, hogy hát azt nem lehet, mert az problémás, inkább kerüljük el, hanem az valami olyan, amit meg kell oldani. Na most az állatkerti állatoknál azért ezek olyan magától értetődőbbek, vagy számítunk rá, hogy hát nem kell puszta kézzel fogdosni a mérges kígyót, mert az orvosilag ellenjavalt, és akkor erre készülünk, és nem fogdossuk puszta kézzel, de ha esetleg mégis valami baleset történik, akkor van szérum, ezt egyébként még jogszabály is előírja, és akkor hát, tehát nem mondom azt, hogy nincsen probléma, de hogy nagyjából föl vagyunk készülve erre. De most ami a látogatóinkat illeti, ott is ugye vannak olyan dolgok, amikre úgy fölkészül az ember, hogy hát nem tudom, jönnek a látogatók, akkor nyilván erről arról kell gondoskodni, legyen mosdó, akkor föl kell tölteni a WC papírral, meg szóval ilyen magától értetődő dolgok. Csak arra nehéz felkészülni, mert ugye ésszel átpörgetve az ember nem nagyon számít rá, hogyha még nem dolgozott előtte állatkertben, hogy mondjuk az orángután a kifutója elé azért egy finom szövésű háló kell, mert legtöbben csak békésen szemlélődnek, de néhányan kemény tárgyakkal célzott dobásokat hajtanak végre. És akkor ugye hát, vagy például volt olyan, hogy próbálkoztunk azzal, hogy hát legyen egy olyan bemutató hely a Pálmaház egyik oldalszárnyába, ahol a közönség egy térben tartózkodhat a lajhárokkal. Mert a lajhárok olyan jópofa állatok, olyan nagyon nem is szaladgálnak, és tényleg működött egy olyan dolog, hogy hát akkor van egy tér, ahová be lehet menni, és akkor ez egy ilyen nagy üvegcsarnok, és akkor ott a lajhárok a dús növényzetben mászkálnak, és akkor a közönség is egy térben van velük, és ha a lajhár éppen olyan helyen van ebben a saját magát a lakott térben, ahol egyébként a közönség is eléri, éppenséggel még meg is lehet simogatni. Ameddig a lajhár meg nem unja, és akkor majd akkor ő elmegy, és akkor nem érik el, és akkor nem lehet megsimogatni. Na most ez, hogy akkor be lehet menni, van egy ilyen angol elnevezés, hogy walk-through enclosure, vagyis olyan állatférő hely, kifutó, ahol be lehet menni az állatok közé, tehát ahol lehet, azért próbálunk ilyeneket létrehozni, nyilván az oroszlánnál ez nem fog menni, vagy tartósan nem fenntartható. De hát van ilyen törekvésünk, és a lajhárnál is ilyennel próbálkoztunk, és egyébként a látogatóink többsége esetében ez egy teljesen jól működő dolog volt, de hát többen így vérszemet kaptak, hogy ja, akkor ez lajhár simogató. És akkor ők lajhárt akarnak simogatni, akkor is, hogyha a lajhár ezt nem akarja, és akkor elkezdik simogatni, a lajhár ezt nem akarja, kezd elmászni, de hát akkor visszarántják, rátérdelnek, mert a Pistike még nem simogatta meg, és akkor is megsimogatja, akkor a lajhár megunja, és akkor odaharap a felé nyúló kézre, mert egyébként ugye ezek nem házi állatok, hát a kutyát, macskát se lehet bármikor csak úgy megsimogatni, ott is előfordul, hogy megharap. Pedig ezek több ezer, a kutya esetében több mint 10 000 éve házia, tehát átment egy házias, egy domestikációs folyamaton. És a lajhár esetében 0 éve a domestikációs folyamat tartalma, tehát az egy vadállat olyan értelemben, hogy hát előfordul ilyenkor, hogy harap, de nem azért, mert bántani akar bárkit, csak mert elege volt a simogatásban. Most ilyenkor viszont az van, hogy akit megharap, az nagyon gyakran nem azt csinálja, hogy hát igen, lehet, hogy tényleg nem kellett volna rángatni, vagy belenyúlni a szájába könnyékig, és akkor nem harapott volna meg, hanem azonnal megharapotta a lajhár, felelős, és nem tudom, mi lesz, mert én csak békésen sétáltam, és a vércomjas lajhár rám vetette magát, és beleharapott a kezembe, és hát az állatkert ez milyen helytelenül járt el, mert hogy nem gondoskodott a szegény ártatlan szemű látogatók biztonságáról, hanem mint egy oda vetette a vércomjas lajhárok elé. És akkor, hát ugye ez egy ilyen érdekes szituáció, és akkor nyilván arra rájöttünk már régen, hogy az összes ilyen helyen, ahol be lehet menni az állatok közé,
Hát a Lajhárnál ezt meg kellett végül szüntetni, majd mindjárt kiderül, hogy miért, de lepkekert van, ahol be lehet menni, makik közé be lehet menni, szóval sok ilyen van. De ott azért különösen forgalmas időszakból ott állandó felügyelet kell, ami hát munkaszervezési szempontból, szóval most képzeljék el, hogy valakinek reggeltől estig ott kell lenni, majd másnap is, és a hét minden napja, mert az év minden napján nyitva van az állatkert, tehát akkor több ember kell csak erre a feladatra, hogy a szabad napokat, meg a szabadságokat is ki lehessen adni, és mondjuk két ember csak ezt csinálja. Hát az azért munkaszervezési szempontból ez egy lehetetlen dolog. Úgyhogy hát nem is tudom, mi lenne velünk, hogyha az önkéntesek, akik ebben nekünk segítenek, nem lennének. Úgyhogy innen is megköszönöm nekik az áldozatos munkájukat. Csak ugye a Lajhárok esetében olyan tapasztalatunk is volt, hogy hát de a Lajhárt akartak simogatni, de a Lajhár nem akarta, megint ez a rátérdelek, visszarántom, mert még nem simogatta meg mindenki, aki akarta, és akkor a kollégák meg, ahogy ők ki is vannak erre képezve, udvariasan, de határozottan mondta, hogy hát ezt ne tessék, és azt is, hogy miért ne, és akkor hát ilyen keresetlen megjegyzések, hogy mi köze hozzá, meg mit szól bele, meg ilyenek. Na szóval végül is ez nem volt fenntartható, és akkor például ezt a Lajháros dolgot ezt be kellett szüntetni. Ezt csak azért mondtam el, ugye ezt az egész gondolatcsokrot, mert ugye arról beszéltünk, hogy hát van, amire számít az ember, de van, amire talán annyira nem számítana, ha nem dolgozott volna előtte állatkertben, mert mi, akik már nem is akarom mondani, mióta dolgozom az állatkertben, szóval mi, akik már egy ideje ott dolgozunk, azért már egyre kevesebb dolgon. Még mindig meg tudunk lepődni azért időnként dolgokon, de azért már egyre kevesebb dolgokon, és így utolsó gondolatként ebbe a rögeszmefuttatásba még azt hadd mondjam el, azért az igazsághoz az is hozzátartozik, mert néha, amikor ilyen történeteket mesélek, talán kicsit úgy tűnik, mint hogy az állatkerti dolgozóknak valami bajuk lenne azzal, hogy ott látogatók is vannak. Ez szó sincs erről. Ez egyszerűen csak, tehát mert azt el kell mondjam, hogy az állatkertet felkereső látogatóknak a döntő többsége, tehát ilyen 98% vagy talán még, teljesen rendben van, semmi probléma nincsen. Csak ugye a mi állatkertünket évente 1 millió látogató keresi föl, és hogyha 1 ezreléknyiről beszélünk, ami statisztikailag egy elhanyagolható dolog, az mondjuk 1000 fő, akkor abból minden napra átlagosan 3 ilyen affér jut. Tehát, hogy, és akkor ugye mondjuk egy állatkerti dolgozó, aki ezt esetleg így nem is gondolja az arányokat végig, csak egyszerűen azzal szembesül, amivel szembesül, ugye általában főleg azzal az esettel szembesül, ami problémás, és akkor esetleg úgy csapódik le, hogy na, már megint a látogatókkal van baj. Tehát az igazsághoz hozzátartozik, hogy az arányok azért az, hogy ez egy nagyon pici része a látogatóknak, és a messze a túlnyomó többség teljesen rendben van. Vagy hogyha esetleg véletlenül megfeledkezik magáról, mert van ilyen emberek vagyunk, és akkor szólunk, hogy ne tessék már, mert ez, ja, tényleg, bocsánat, elnézést, semmi probléma, mindent meg lehet oldani. És ez a nagyon kevés, tényleg 1 ezreléknyi ember, ez időnként megkeseríti a többi látogató, meg az állatkerti állatok, meg a mi életünket is, és ez az, amire mondtam, hogy ezekre is sajnos föl kell készülni, olyan dolgokra, amire elsőre az ember azt mondaná, hogy biztos nem lesz ilyen, hát ki csinálna ilyet. Melyek az állatkert legexotikusabb állatai? Az exotikus szó, az egy ógörög eredetű kifejezés. Exotikus azt jelenti, hogy halló távolságon kívüli. Most az egy izgalmas dolog, hogy számunkra mi halló távolságon kívüli. Hát ugye, mivel Európában élünk, hát a tengeren túlon más kontinenseken élő állatok tűnnek a legexotikusabbnak. Tehát ilyen értelemben, ami földrajzilag legmesszebb van az őshazája, mondjuk a Kea nevű papagáj, ami Új-Zélandon honos, hát annál messzebben, maximum a Holdon élne valami izgalmas állat. Ilyen értelemben valószínűleg az a legexotikusabb, és ráadásul ez egy jópofa papagáj, mert egyrészt azért, mert télen is kint szokott lenni, esetleg még hóba is, és akkor beírnak a panaszkönyvbe, hogy hát a papagáj az ugye mindenkinek a fejébe, hát a kaloszkapitány vállán ül, meg ilyen délszaki trópusi szigetek, meg minden, és akkor nálunk meg ott kint van a hóba, biztos kínozzuk szegényt, és majd meg fog fagyni, meg minden. De hát ugye Új-Zélandon, ahol eleve már kicsit hűvösebb van, és ott a magas hegyek között ilyen alhavasi cserjésekben mentén él ez a Kea nevű papagáj. Nem tudom, hogy a ilyen Gyűrűk ura filmeket nézett valaki esetleg? A Gyűrűk ura filmekben ilyen hegyvidéki tájak van, azt ott forgatták, ugye Új-Zélandon, tehát teljesen azon a vidéken él a Kea. De amiért még izgalmasabb ez a madár, az, hogy van egy műszaki érdeklődése, de ez pusztításcentrikus műszaki érdeklődés, tehát hogy arra irányul, hogy hogyan lehet mindent tönkretenni.
A berendezési tárgyaktól kezdve az állatgondozók fülcimpáján át, a tornacsukájáig, tehát mindenféle dologra. És akkor szoktak is kapni a játékokat, hogy akkor inkább azt szedjék széjjel. A vadonban is ezt csinálják egyébként, tehát mondjuk van egy új-zélandi család, akik hétvégén bepakolnak a kocsiba, elmennek a családdal kirándulni a hegyekbe, leteszik a Nemzeti Park szélén az autót, egész nap kirándulnak, mármint hogy túráznak, gyalogtúráznak, és akkor késő délután, amikor visszaérnek a Nemzeti Park szélén lévő parkolóba a kocsiukhoz, akkor azt látják, hogy egy csomó ilyen kea megszállta a kocsit, leszette a szigetelést, ami a szélvédő körül van, leszerelték a visszapillantó tükröt, és ha szerencség van, akkor csak a szelepsapkát szedték le az abroncsról, de hogyha nincs szerencség, akkor le is engedték az abroncsot. Tehát ilyen, ezt értem én, pusztítás, centrikus műszaki érdeklődés alatt. Tehát ezek izgalmas állatok, és tényleg egzotikusok, hát a világ nagyon távoli tájáról valók, de hát ugye nekünk nagyon sok izgalmas ausztrál, meg dél-amerikai állatunk van, bár a valahogy a magyar ember fejében az egzotikum az valahogy mégis leginkább Afrikával kapcsolódik össze. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez vajon miért van így. Valószínűleg azért, mert ha már itt könyvek között ülünk, tehát hogy amikor először ilyen egzotikus tájakról lehetett úgy olvasni, hogy az tényleg tényszerű első kézből származó tapasztalat volt, és nem ilyen nagyon homályos leírások, azok hát mondjuk Kittenberger, Kálmán, Széchenyi Zsigmond, és ők ugye elsősorban Afrikában, esetleg még Ázsia déli részén, Indiában fordultak elő, úgyhogy valószínűleg ennek köszönhető, meg egyébként a gyerekkönyvekben is, meg hogy mondjam, valahogy az afrikai vadállatok azok úgy ismertebbek, és az állatkertben erre is törekszünk, hogy persze legyen elefánt, meg legyen oroszlán, bár az oroszlánnál csavart viszünk be a történetbe, mert nálunk indiai oroszlánok vannak, és az oroszlánok azok nem csak Afrikában őshonosak, hanem hát Nyugat-Ázsiában, Dél-Ázsiában, sőt valamikor még Európa bizonyos területein is, például a Balkán félszigeten, nem véletlen, hogy az ilyen ógörög eposzokban, meg mitológiai történetekben az oroszlánok előkerül, nem eli oroszlán, akivel megküzd Héraklész. Hát ez azért van, mert a homéroszi időkben még a Balkán félszigeten éltek vadon oroszlánok, tehát ott is őshonosok voltak. És hát onnan Afrikán kívül mindenhol, ahol voltak oroszlánok, onnan eltűntek, kipusztultak, kivéve egy helyen, Indiában, Gujarat tartományban, az ottani Gir erdő védett területén még néhány száz ilyen indiai oroszlán, ami ezáltal aztán az egyik legritkább nagymacska, hát ott még él, és körülbelül még egyszer ennyi állatkertekben. Mi is már néhány éve ezekkel az indiai oroszlánokkal foglalkozunk, és amióta foglalkozunk velük, már 7 kölyök született és cseperedett fel sikeresen, ugye a természetvédelmi szempontból is egy örvendetes dolog. És hát van egy ismert Magyarországon, jól ismert televíziós személyiség, aki Gujarat szülötte, tudják ki? Jósi barát, és vele szoktunk általában beszélgetni az indiai oroszlánokról, mert hát tulajdonképpen azok ott is honosak, ahol, vagy hát a Indiának legalábbis abban a régiójában, honnan ő származik. De hogy még az egzotikumot egy picit tovább fűzzem, a mi állatkertünkben az is fontos szempont, hogy mi időnként olyasmit is egzotikusnak tartunk, és ezért fontosnak tartjuk a bemutatását, ami első körbe talán nem tűnik annak. Mondjuk például az olyan házi állatokat, mint a mangalica sertés, vagy a gyimes iracka jó, vagy effélék. Ugyanis, és nem véletlenül kezdtem ezzel, hogy halló távolságon kívüli, mert a mai népesség nagy része az városokban él, és, de akik falvakban él, már ott sem nagyon éri meg például disznót hizlalni a kert végébe. Egyszerűen a táp többe kerül. Ugye mosléka már nem lehet, mert uniós előírások, minden, szóval, hogy már falu helyen sem olyan magától értetődő, hogy valahol valakinek a házánál van tehén, és akkor oda megyünk tejér, meg minden. Úgyhogy az emberek többsége az kezd így a kapcsolatát elveszteni ezekkel a házi állatokkal is, és ezért a gazdasági haszonállatok a városi emberek számára, különösen a gyerekek számára, hát ezek teljesen halló távolságon kívüliek és egzotikusak kezdenek lenni, és az állatkertek világában, tehát egy nemzetközi szinten egyébként éppen a budapesti állatkert az elsők között volt, amelyik azt mondta, hogy igenis az állatkertekben be kell mutatni gazdasági haszonállatokat is, sőt, mi több, az állatkerteknek törekedni kell arra is, hogy a nemzeti kulturális örökségnek számító, csak éppen gazdasági jelentőségüket elvesztett, és ezért ritkulóban lévő őshonos háziállatfajták megmentéséért is kell munkálkodni. Ugye a szürkemarha, vagy a magyarországi huculló állomány, vagy a mangalica, az majdnem kipusztult, azok majdnem eltűntek, és aztán a 60-as, 70-es évektől kezdve kezdtek el komolyabban foglalkozni velük, hát aztán volt ennek későbbi folytatása is. És az egyik jeles személy, aki ezt fölkarolta, hogy hát ezzel kéne foglalkozni,
Az állatkertünk egyik volt igazgatója volt, talán Angi Csaba nevére még sokan emlékeznek, ő 1956-tól 67-ig volt egyébként az állatkert igazgatója, 82-ben hunyt el, és gyakorlatilag ő miatta is, meg még korábbi igazgatóink miatt, meg a hagyományaink miatt is ezt mindig is fontosnak tartottuk, hogy hát akkor a gazdasági használatokat is ismerjék meg a hozzánk ellátogatók. Mennyire bonyolult dolog bővíteni az állatkert állatlétszámát? Az állatkertek múltjában volt egy olyan szemlélet, ami hát egy ilyen, úgy szoktuk nevezni, hogy bélyeggyűjtemény szemlélet. Tehát hát medvéből is sokféle van, mert van a jegesmedve, meg a barna medve, de annak is különböző típusai vannak, mert Észak-Amerikában az grizzly medvévé alakult, de egészen másmilyen van a Kárpátokban, vagy mondjuk Olaszország hegyeiben. És akkor még nem is beszéltünk az ajakos medvére, meg a Himalájában honos örvös medvéről, és hát hosszan lehetne sorolni, és hát akkor volt egy ilyen késztetés, így az átkertek, hogy akkor legyen teljes medve gyűjtemény, mindenféle medve legyen ott egymás mellett, hát persze nem nagyon volt hely, de akkor majd megfelezzük a ketrecet, és akkor... Na ezt nevezzük mi bélyeggyűjtemény szemléletnek, ami sajnos az állatkertek múltjában elég jellemző volt, és most már jó ideje azért az állatkertek úgy állnak ehhez, hogy inkább legyen kevesebb féle, de azoknak viszont megfelelő helyük legyen. Úgyhogy nálunk is azért régebben legalább 4-5 féle nagytestű medvével foglalkoztunk. Most csak kettővel, a jeges medvével, meg a barna medvével. De azok, különösen a jeges medvéknél ott azért ilyen elég komoly fejlesztések voltak az elmúlt, hát most már 11 néhány évben. Úgyhogy az állatgyűjtemény fejlesztése, mármint darabszámban való gyarapítása, többféle legyen, több állat legyen, az azért területfüggvénye is. Persze nem feltétlenül, mert lehet azt mondani, hogy hát kérem szépen, akkor majd nagy testű állatok helyett kisebb testű állatokat fogunk tartani, de azért ennek van egy észszerű korlátja, mert a nagy testű állatok általában elég népszerűek a közönség körében, tehát azért velük is kell foglalkozni, és természetvédelmi szempontból is fontos, hogy foglalkozzunk velük. Úgyhogy ez inkább annak a függvénye, hogy az adott állatkert területét lehet-e bővíteni, ez pedig nem mindig olyan egyszerű. Bár az állatkertek gyakorlatában általában az a helyzet, hogy létrehoznak egy állatkertet valamekkora területen, és aztán így elkezdik fejleszgetni, és akkor bővül a területet. Ezt általában ezt láthatjuk. Na most a mi állatkertünk, a Fővárosi Állat és Növénykert esetében viszont egészen a közelmúltig az volt a jellemző, hogy nemhogy nem bővült a terület, hanem mindig el is vettek tőle. Tehát ilyen kisebb trianonokat élt az állatkert, mindenféle célokkal és hivatkozásokkal elcsatoltak tőle területet, hogy itt inkább legyen cirkusz, itt inkább legyen étterem, itt inkább legyen vidámpark, és a többi, és a többi. És az állatkertnek az alapításkori terület, ugye 1866-ban nyílt meg az állatkert, de 64-ben jelölték ki még a területet, illetve 65 elején, és akkor még 18 hektár volt, és aztán az idők során ez lecsökkent kevesebb, mint 11-re, tehát 10,7-re. Úgyhogy azért ez egy elég komoly olvadás volt. És azért mondtam, hogy egészen a közelmúltig, mert aztán az elmúlt években meg az történt, hogy hát ugye ott a szomszédos vidámparkot felszámolták, és szerencsére nem bevásárlóközpont meg szálloda került a helyére, mert volt ilyenről is szó, hanem azt a területet mi megkaptuk, és akkor ezáltal egyrészt tudott bővülni az állatkertünk területe, másrészt ott még kisebb területeket is kaptunk. Tehát azt lehet mondani, hogy 2013-2014 óta, tehát azért nem olyan nagyon régen, több lépésben olyan 8 hektárnyi területtel egészült ki az a 10,71 hektár, ami az elmúlt évtizedekben ugye a több évtizeden áttartó olvadás nyomán ismert volt. Tehát most az a helyzet, hogy szinte még egyszer akkora terület van, ahol aztán mindenféle... Csak hát az korábban vagy sose volt állatkert, vagy valamikor nagyon régen még az 1800-as években volt állatkert, tehát most legutóbb nem az volt, és most azon dolgozunk, hogy ezt átalakítjuk. Az első lépés egyébként már meg is történt, mert azon a területen, ami mindig is az állatkerthez tartozott, de 1907 óta nem láthatta a közönség, ilyen gazdasági udvar volt ott, meg azon a területen, amit viszont a Vidámparktól örököltünk, annak egy szegélye, ahol kis Vidámpark meg effélék voltak. Na ott például egy ilyen, hol nem volt vár nevű zóna, amit az állatkert új játszóparkjának hívunk, az már tavaly májusban megnyílt. Ugye ez nyilván alapvetően állatkerti dolog, de a régi Wurzli és Angol park örökségét is azért igyekeztünk föltámasztani. És a Vidámparkról azt érdemes tudni, hogy az 1950-ben jött létre,
a moszkvai Gorki park mintáját követve, hogy a dolgozók és gyerekeinek legyen egy hely, ahol szórakozhatnak. De ugye ennek volt előzménye, az egyik az Angol park, ami az 1910-es években jött létre, az egy a maga korában nagyon korszerű szórakoztató park volt, ahol a középosztály jár, de elsősorban felnőttek, tehát ez egy felnőtt, tehát ott ilyen tánc mulatságok voltak, meg pezsgőbár, meg szóval az nem gyerekintézmény volt egyébként. És ugye a másik oldal, meg a Wursley volt, az nem egy intézmény volt, hanem az a zóna, amit kijelöltek az ilyen mutatványos vállalkozóknak. A Molnár Ferenc Lilium című darabját, akik ismerik, azok ismerik ezt a világot. Egyébként ugye abból a darabból aztán később a Broadway-on Carousel címen is egy nagy sikert aratott darab született. Azt azért kell mondjam, hogy nagy sikert aratott darab, mert 1909-ben, mikor Molnár Ferencnek a Lilium című darabja, hát az bukás volt akkor a maga koráma. És ugye most, éppen most az Operett Színház meg most állítja műsorra vagy színpadra ezt a bizonyos Carouselt, de hát kicsit azért a Molnár Ferences múltot is visszahozva. Na, az a lényeg, hogy ugye ez a Wursley, ami tehát nem egy intézmény volt, hanem egy zóna, ahol ezek a mutatványos vállalkozók működtek, és ugye ezt államosították a háború után, és aztán az államosított játékokból és területből az egészet összevonva, tehát az Angol parkot is, meg a Wursleyt, így jött létre a Vidám park 1950-ben, de aztán folyamatosan kikapkodták belőle azokat, amik az eredeti Wursleyban és Angol parkban voltak. Tehát mire mi átvettük a területet, nagyon kevés maradt már ezekből. Az egyetlen, ami többé-kevésbé eredeti állapotában őrzi az egykori Wursley világát, mert az azon az oldalon van, az a Scheffner féle körhinta, azért hívjuk így, mert egy Scheffner Károly nevű vállalkozó létesítette, 1980 épült, 1909-ben volt a működésének első szezonja. Ezt ugye 20 évvel ezelőtt felújították, annak idején Rádai Mihály kalapozta össze erre a támogatásokat, talán erre sokan emlékeznek, ugye a Városvédő sorozatára. De azóta sem volt hozzá nyúlva, úgyhogy most nagyon szépen sikerült felújítani. És ugye a másik két ilyen műemlékjáték, amit szintén megörököltünk, na azok meg az Angol park részei voltak eredetileg, ugye a hullámvasút meg alatta a mesecsónak. Az most olyan területen van, ahol körülötte ilyen építési zóna van, tehát az most nem lehet hozzáférni, de ott is az a tervünk, ahogy a körhintánál is megvalósítottuk, hogy majd az is föl lesz újítva, és akkor újra lehet használni. Annak idején, mikor ugye szóba került, hogy hát bezárják a Vidám parkot, és hát majd ott mi lesz, akkor ugye többen aggódtak, hogy hát mi lesz a műemléki játékokkal. És akkor mi azt mondtuk, hogy igyekszünk legalább olyan jó gazdái lenni, vagy ha lehet még jobbak, mint a Vidám park volt, hiszen mi ugyanúgy megörököltük ezeket, mint a Vidám park annak idején, ugye a Wursleyból és az Angol parkból. Nagyon elszállt az idő, de egy dolgot még mindenképpen meg szeretnék kérdezni. Az állatkertekkel kapcsolatban egy, hát talán standard kritika, hogy igazából ez egy állatkínzó helyszín. Tehát ott az állatok egy olyan mesterséges környezetben vannak belekényszerítve, ami semmilyen szinten és soha nem volt az övék. A másik oldalon viszont ott van az, ami egyébként már szóba került, hogy itt fajokat mentenek meg, itt olyan speciális sárházát lehet felvonultatni az állatoknak, amit az ember máshol nem lát. Zoltán, ön szerint hol van az igazság? Nagyon örülök, hogy ez a kérdés előkerült, és valóban sokszor azt lehet tapasztalni, hogy mintha ez úgy lenne a fejekben, egy hát legalábbis bizonyos fejekben, hogy van a vadon, ahol, ahogy már mondtam, a szabadság érzésével eltöltekezve szögdécsel az állat, és így örül, hogy jaját, én milyen szabad vagyok. Szemben az állatkertben, ahol hát szegények, ott be vannak zárva, ilyen szűk áristomokba is, ott a keserű rabság kenyerét eszik. Na most akkor először nézzük meg, hogy mi van a vadonban, mert ez az idilli dolog, ez azért nem egészen így néz ki. Először is azért, mert ott mindenki ehető. Az ember hajlamos arra, hogy amit az állatoknál tapasztal, azt egy az egybe behelyettesítse az emberek világába. Ez valójában megnehezíti, hogy megértsük, hogy mi van az állatoknál, de ha már ebben gondolkodunk, mert hajlamos az ember erre, akkor azt tudnám mondani, hogy úgy képzeljük el a vadon élő állatok életét, mintha mi minden reggel otthonról elindulnánk, és onnantól kezdve bármikor lehetne arra számítani, hogy valaki jön, megöl és megesz minket. És nem lehet erről lebeszélni, hogy ezt ne csináld, mert ez morálisan nem szép dolog, és hát majd mit szól az utókor, vagy az, hogy ne csináld, mert majd az igazságszolgáltatás hosszú karja utolér, és akkor majd lesittelnek, vagy ilyesmit. Ez semmilyen nincsen, nem lehet ombudsmanhoz fordulni, ugye. Úgyhogy először is ebből induljunk ki, tehát a vadonban egy küzdelmes élet folyik a túlélésért, ami, én nem azt mondom, hogy ez baj, vagy rossz, vagy nem kéne így lenni, így van, azt kész, csak ne gondoljuk már azt, hogy hát ott mindenki
ilyen biblikus módon összeülelközik egymással, mert az valójában az egyik megvarja a másikat. Most nyilván ennek ugye van ennek tudománya, hogy hogyan viselkednek az állatok, etológia, hogyan működnek a természet háztartásában, ezzel az ökológia foglalkozik, de az a lényeg, hogy jegesmedék olyan aranyos cuki állatok, kis jegesmedve volt, csak hát azok meg még cukibbak, és hát az emberek nem tudják azt elképzelni, hogy a vadonban az van, hogy a jegesmedve anyuka, hát gondban van a bocsával, amikor jön arra egy idegen hím, mert az el akarja onnan üldözni az anyukát, agyon akarja csapni a bocsot, és meg akarja ölni, és meg akarja enni. És hát ez milyen szomorú dolog, és ez van a vadonban. Tehát amikor megszületik mondjuk egy alomba négy kis oroszlán, hát akkor az nem biztos, hogy abból olyan nagyon sok megéri a felnőtt kort. 2-3, az talán, hogy az ivar érett kort még eléri, de hogy abból békés öregkor lesz, azt nem mondanám így. Na most, és akkor én most még egy olyan vadonról beszéltem, amiben csak természetes folyamatok működnek, tehát érintetlen, nincsen emberi hatás, és az ilyen vadon kérem szépen elfogyott. Tehát mindenütt ott van az ember, szennyezi a környezetet, orvadászok vannak, vagy egyszerűen csak átalakítja az élőhelyeket, és már nem olyan, mint volt, hanem van helyette egy nagy mezőgazdasági tábla, és az nem nyújt élőhelyet annyi féle állatnak. Tehát ez az egész világon probléma, úgyhogy a vadonnal kapcsolatos idilli képet azt így tessék elképzelni. Az interneten 1-2 évvel ezelőtt keringett egy kép, megint csak a jegesmedvét hozom elő, egy ilyen nagyon lesóványodott, borzasztó állapotban lévő jegesmedvéről, talán többen látták, sajnos ez a realitás a vadonban. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az állatkertek, ahol való igaz, hogy az állatkerti állattartásnak a korai szakaszában hát bizony voltak ilyen 2-3-as ketrecben volt a tigris, nyilván ez nem jó neki. De azért ma már nem nagyon látunk ilyen állatkerteket, talán csak a világ ilyen eldugottabb részeiben. Hanem, ahogy mondtam is az elején, hogy mennyire lehet csak úgy leakasztani a kígyót az ágról is vinni, tehát hogy az állatkertekben ma már a... egyszerűen olyan körülményeket próbálunk az állatoknak biztosítani, amit a saját területüknek elfogadnak, és az az igazság, hogy ma már, ha megnézzük az állatkertekben, most persze korszerű állatkerteket értem ez alatt, állatkertekben élő állatok egyedi életteljesítményét, vagyis hogy mennyi születik, milyen arányban maradnak életben a fiatalok, érik meg egyáltalán nem csak a felnőtt kort, hanem legalább a fiatal vagy a nagyon korai időszakot milyen arányban vészelik át. Aztán mennyi utódjuk lesz, meddig élnek, milyen az élettartamuk, mennyire gátolják őket különböző betegségek, mennyire kell attól tartaniuk, hogy hát nincs elég táplálék, mert a versenytársak megették. Tehát, hogyha ezeket megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az állatkertekben élő állatoknak a személyes egyedi életteljesítménye, vagy az esélyeik, azok sokkal jobbak, mint a szabad természetben élő fajtársaik, tovább élnek. Éppen azért jöhet szóba az, hogy ugye olyan fajok, amelyek a vadonban végletesen megritkultak, persze őket ott a vadonban is meg kell védeni, meg az élőhelyüket, de közben az állatkerti szaporítással lehet segíteni a megmentésüket, nehogy véletlenül annyira elfogjanak, hogy már nem marad egy se a vadonban, mert az állatkerti körülmények között éppen azért, mert ott kiegyensúlyozott a táplálékról való gondoskodás, nem az van, hogyha megbetegszenek, hogy hát vagy maguktól meggyógyulnak, vagy nem, hanem ugye ott van az állatorvos, és a többi, és a többi. Tehát emiatt mondjuk egységnyi idő alatt több utód tud megszületni és egészségben fölnövekedni, és ezért lehetséges az, hogy hát akkor az állatkerti szaporítással hamarabb elérhetünk egy nagyon alacsony egyetszámból egy kívánatosabb magasat, ahhoz, hogy a fajt meg lehessen menteni a kipusztulástól. Tehát nagyjából így néz ki ez a dolog. Ami persze nem azt jelenti, hogy akkor ugye semmi problémánk nincs, ahogy szoktam mondani, mert másunk sincs, csak tehát az állatkertekben arra kell törekedni, hogy olyan körülményeket biztosítsunk az állatok számára, amik saját maguknak elfogadnak, és hát egy példát is mondanék erre, mi van akkor, hogyha kiszökik egy állat a helyéről az állatkertbe? Mert ugye a legtöbben azt gondolnák, legalábbis azok, akik azt gondolják, hogy hát a vadonban van a nagy happy, az állatkertben meg ott a sanyargatás, hogy hát akkor az állat spurizik el a fogvatartásának helyszínéről. Hát végre börtönéből szabadul sas lelke, és akkor majd itten nekiíromodik a világnak. Na most nem ez szokott történni, mert az állatok persze időnként kiszabadulnak, főleg az, amilyen kíváncsiak, hogy mi lehet. Mi lehet ott, ahol az átgondozó egy ajtó mindig beszokott jönni, hát nem tudok kimenni, de most véletlenül nyitva maradt, akkor kinézek, hogy mi van ott. És az szokott történni, mikor kiült az állat a helyéről, hogy hát kétségbe esik, hogy hát hol vagyok most, Úristen, hát
milyen veszélyek fenyegetnek. Hogyan fogom én megvédeni a testi épségemet? Mert hát bármikor jöhet valami ragadozó, aki engem meg fog ölni, meg fog enni. Hát hova bújjak? Honnan jön a veszély egyáltalán? Nem tudom, nem ismerem. Hát itt még sose voltam, eddig nem voltam a férőhelyemen, és honnan fogok táplálékot szerezni? Hát eddig mindig hozták, de most hát mi van, ha nem találok? Akkor éhen fogok halni, mi lesz velem? És ezek játszódnak le a kiszökött állatban, és az állatkerti szakmában az az alapelv ilyenkor, mint az állatgondozóknak tanítunk is, hogy az első dolog, nyilván ott biztosítsuk a biztonságot, senki ne kerüljön oda, ahol ez a kiszabadult állat van, de ugye egyébként az a fő dolog, hogy ahol az állat egyébként lakik, meg ahová kiszökött, ott a kettő között ott nyugi legyen, mert az állat legvalószínűbben saját maga, ha megtalálja az utat, akkor vissza fog menni, és akkor mikor visszaér, akkor így megnyugszik, hogy jaj, megúsztam ezt a kalandot. És akkor van baj, hogyha elkezdik kergetni, hogy úristen, mert kiszökött, és akkor kapjuk el, és akkor persze ugye még inkább pánikol az állat, és akkor aztán elmegy oda, onnan már nem is tudja a visszautat, hiszen nem volt ideje megjegyezni, hát a meneküléssel volt elfoglalva. És akkor csak tetézzük a problémákat ahhoz képest, mint ami egyébként van. Úgyhogy ezért én azt mondanám, hogy az állatkert ugye általában az állatvédelmi szempontból egy helyes és támogatható dolog, a rossz állatkert az nem. Tehát, mint az élet legtöbb területén itt is az a helyzet, hogy nem az a kérdés, hogy csinálunk-e valamit, vagy nem csináljuk, hanem azt, hogy azt jól csináljuk-e. Nagyon szépen köszönöm. Még egy kérdésem van, nem bírom megállni. Mikor, szó volt róla a fejlesztésekről, itt épül ez a biodó, vagy ez a, ugye ezek a érdekes buborékok. Zoltán, mikor nyílnak, mikor lesznek látogathatók ezek a részek? Szokták kérdezni tőlem, hogy mikor lesz kész az állatkert. Azt szoktam mondani, hogy hát a játkert sosem sincs készen. Ami lehet, hogy többeket kiábrándít, de szerintem ez a jobb helyzet, mert én emlékszem még a 70-es, 80-as évek világára, amikor hát az volt, hogy hát azért minden romlott le, mert nem, hát egyszer már megcsináltuk, igaz, hogy az 50 éve volt, de az idő vasfoga megette. Szóval azért egy állatkertben szerintem, hogyha valamihez hozzányúlunk és tiptop felújítjuk, akkor az maximum 20 év, és aztán újra kell. És akkor mire körbeérünk, az összes létesítményen kezdhetjük előről. De most valóban egy speciális helyzet van, mert eddig mindez az adott állatkerti területen ment, és most meg ugye új területeket kaptunk, ahogy arról beszéltünk, és ott valóban nagyszabású új dolgok létesülnek, és abban az örvendetes helyzetben vagyunk, hogy régen mindig az volt, hogy hú, láttunk ilyet is, meg olyat is, hogy nyugat-németeknél, amikor még ezt a fogalmat így használtuk, meg a hollandoknál mik vannak, meg, de hát az ott van, hát mi Magyarországon vagyunk, hát ez más, ez rubel elszámolás, az dollár, nem, hát ezt tudjuk, ott lehet, itt nem lehet. És ma már még kezdünk olyan világot élni most már egy ideje, hogy hála Istennek, csak azért, mert valamit meg lehet csinálni még Hollandiában, miért ne lehetne megcsinálni Magyarországon? Tehát egész komoly és élvonalbeli dolgokat meg lehet csinálni. Hát ami most dolgozunk, mert ugye ezeknek az új területeknek, mint mondtam, hogy kb. 8 hektárnyi új területhez jutottunk az elmúlt időszakban, és ott több mindent is csinálunk, de a legnagyobb szabású dolog, ami az új területekből a nagyobb részt, 5 hektárt fog elfoglalni, ez egy Pannon Park nevű bemutatóhely. És hát ott mindenféle érdekesség lesz, ami azt hiszem szétfeszíteni itt az időtartamot, hogy én ezt elmondjam, de ez a bizonyos biodóm, ami a központi építmény ennek a dolognak, szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy az állatkert klasszikus területén az van, hogy ugye vannak szabadtéri bemutatók, meg vannak kisebb-nagyobb állatházak. És hát persze őszterületre a szabadtéri bemutatók aránya nagyobb, az állatházak meg hát itt-ott kisebb. Nagyobb, ugye ez akkor problémás, mikor rossz idő van, esik az eső, vagy jégverés van, vagy szakad a hó, akkor ugye az egyik állatházból átmegyek a másikba, akkor a gyereket föl kell öltöztetni, akkor átmegyek, akkor levenni róla a kabátot, meg a szemüvegről letörölni a párát. Ez elég macerás dolog. Márpedig mi azt szeretnénk, hogyha a téli időszakban is több programot tudnánk nyújtani a közönségnek, mert télen is nyitva vagyunk, de hát azért mondjuk januári hétfőkön nem szokott annyi látogatónk lenni, mint mondjuk augusztusi vasárnapokon, de nyilvánvaló okok miatt. És ezért az új területen azt találtuk ki, hogy ott is lesznek külső terek, és lesznek belső terek. És ott is az lesz, hogy a külső terek aránya összességében ezen az 5 hektáron belül nagyobb lesz, mint a belső tereké. De a belső tereket nem ilyen kisebb, nagyobb pavilonszerűen szétszórt állatházak formájában valósítjuk meg, hanem a szabadtéri bemutatóhelyek közepén egy nagy központi építmény lesz, ami nem is egy ilyen állatház, hogy annak fala van teteje, esetleg napfénytető, de azért mégis az egy épület, hanem ez egy fedett park tud lenni. Tehát az a szerkezet, amit most ott már építünk, az egy, hát
egy nagy búra. Ami alatt, tehát úgy kell elképzelni, hogy ott az alatt lesz egy állatkert, ahol vannak sétányok, van növényzet, parkrészek, állatkifutók, és ez az egész egy nagy búra alatt van, hogy ez kavargó hóba is, egy teljesen kellemes időjárás mellett élvezhető dolog lesz, 1,7 hektárnyi ez a nagy befedett dolog. És hát egyébként ott szabadtéri kifutók is vannak természetesen, de mondjuk kedvezőtlen időjárás esetén ezt lehet majd használni. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, és lesznek benne olyan állatok, amik most is vannak, csak új korszerűbb helyre kerülnek, például az elefántok. Lesznek olyan állatok is, akik korábban voltak, de a terület szűkössége miatt egyszerűen le kellett mondanunk a tartásukról, és most újra bele tudunk fogni, mondjuk a csimpánzok ilyenek, bár azt a csavart megint beleviszik a történetbe, hogy nem a úgymond normál csimpánzok, hanem törpe csimpánzok vagy bonobók, amik ilyen viselkedésük miatt nagyon izgalmas állatok, mert talán a legtöbb emberi vonást ők mutatják az emberszabású majmok közül, szóval őket fogjuk bemutatni, és lesznek olyan állatok is, amik eddig még sosem voltak, mondjuk például a tengeri tehén, ami egy nagyon izgalmas dolognak tűnik, de mondjuk például a cápa tartáson is tudunk majd nagyot lendíteni, mert ott lesz egy ilyen akvárium is. Látogatóinktól mindig szoktuk kérdezni, hogy mit szeretnének látni, és akkor mindig mondják, hogy hát cápákat. És akkor persze mondjuk, hogy de hát vannak cápáink. Hát 1912 óta a Pálmaház alatti klasszikus műemlék akvárium volt, azért voltak cápák. Hát általában ez az adriai kis macska cápa, meg aztán később barnasávos bambusz cápával kezdtünk el foglalkozni, ott tojásokból kieskeltek a kis cápák, ilyen kis ekkorák, nagyon helyesek kis cápa bölcsödét is ott csináltunk, meg minden. És akkor ezt elmondjuk, akkor mondják a látogatók, így megmondják a válogat, hogy hát igen, ők ezt értik, de ők olyan igazi cápát szeretnének látni. Milyen az igazi cápa, ugye vagy 500 különféle cápa fajt ismerünk, és ebből melyik zoológiailag melyik számít akkor igazi cápának. Hát nyilván azért a legalább közepes méret és ilyen szabadon úszó, tehát mondjuk szigorúan nem fenéklakó cápák. De hát ugye annak idején a... Nekem otthon van egy 120 literes akváriumom, illetve hát igazából a feleségem lakásába hoztuk át, mikor összeköltöztünk. De hát azért az állatkerti akvarisztikában nyilván ennél nagyobb méretekről van szó. Annak a klasszikus akváriumnak, ami ugye a Pálmaház alatt 1912-ben létrejött, a legnagyobb akvárium medence mérete eredetileg az 6000 liter volt. Ami hát otthon sok lenne, nem bírnál a földeim a 6 tonna víz súlyát, de hát azért ez a mai szemben nézve azért ezek nem olyan óriásiak. Aztán amikor átalakítottuk, vagy felújítottuk ezt a Pálmaház alatti akváriumot, ez 2004-ben fejeződött be, ha jól emlékszem, akkor 2004. januárjában, igen. Akkor már az átalakítások nyilván a legnagyobb medencék űrmérete vagy az 23.000 literes lett. Aztán utána már 2012-ben már ilyen 70-80 ezer literes medencénk is volt, de ebbe a bizonyos Pannonparkba, illetve központi építményébe, a biodomba majd lesz egy 2,5 millió literes ilyen óriás cápa medence, amiben már az ilyen 3 literes cápák el tudnak úszkálni. És mivel az ilyen méretű cápákat már nagyon bonyolult szállítani, úgyhogy azon, hogy ők viszonylag kicsinek ilyen 3/4 méter, 1 méteresnek megjönnek hozzánk, és aztán megnövesztjük őket egy külön ilyen cápa nevedébe, amit mi cápasúlynak hívunk, és aztán onnan mennek át majd ebbe a nagy medencébe. Most tekintettel arra, hogy ez majd valamikor 2 év múlva kezdődik el, vagy készül el, ezért a cápasulira már most szükség van, és az decemberben is készült, megnyílt, és ezt már lehet látni ebbe a bizonyos Hol nem volt várba, az állatkert új játszó parkjában, ott van a cápasuli is, és ott már most is 4 féle cápánk van, de ráják, különböző ilyen rajhalak is vannak. És ugye nem véletlenül hívjuk cápasulinak, mert ott nem csak egyszerűen nőnek a cápák a közönség szeme láttára, hanem tanulnak is, na persze nem matekot vagy fizikát, hanem azt tanulják, hogy hogyan éljenek el együtt más halakkal, akik szintén egy medencébe lesznek majd velük, illetve hogy hogyan működjenek együtt az állatgondozókkal, mert ilyen méretű medencékkel, ugye 750 ezer literes, ahogy mondtam, a legnagyobb medence ebben a cápasuliba. Hát ezt már nem lehet úgy kezelni, ezt a medencét meg tisztogatni, hogy az otthon itt, hogy hát ilyen hosszú nyelő eszközökkel majd benyúlunk. Tehát ott az állatgondozók, azok fölveszik a búvár felszerelést, de nem ám a kis csutorásat, hanem a palackosat. És akkor merülnek. De hát ahhoz is hozzá kell szokniuk a cápáknak, hogy ott mozognak közöttük az állatgondozók. Úgyhogy ezt mind megtanulják a cápasuliba, és akkor majd utána kerülnek át ebbe a bizonyos végleges nagy medencébe, és a cápasuliba meg mindig az utánpótlásról, majd annak a növesztéséről és tanításáról fogunk gondoskodni.
Hát érdekes felütés lett a vége. Zoltán, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sok sikert kívánunk. Figyeljük a munkáját. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen az állatkert minden munkatársa nevében. Köszönöm, hogy itt voltak.